Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire és hőseire emlékeztek ma a Katona József gimnázium tanulói, az intézményben nem csak ünnepi műsort láthattak a diákok, hanem egy rendhagyó történelem órán is részt vehettek. A 66. évforduló alkalmából a recski szökés történetét dolgozták fel a diákok ünnepi műsorukban, ami szokatlanabb témaválasztás volt, de üdeszín színfoltot jelentett, mondta el csáki tibor a gimnázium igazgatója. Csáki tibor hozzátette, évek óta hagyomány, hogy a 10A és 10- az b osztályok készítenek műsort az évfordulókra, ez akkor is így van, ha az aktuális osztályfőnökök nem magyar vagy történelem szakosak, mint ahogy ez ebben az évben is előfordult. A jelenetekből és párbeszédekből kiderült, hogy mennyire más világ volt akkoriban, és hogy a szereplők a Rákosi korszak legmélyebb bugyraiban milyen szituációkba keveredtek. A műsort egy rendhagyó történelem óra követte, az iskola vendége Murányi Levente volt, aki 16 évesen élt át az 1956-os forradalmi szabadságharc eseményeit a Pesti Közben. A műsorról és az első kézből kapott forradalmi beszámolóról bővebb összeállítást láthatnak mai kiemelő magazinunkban.